ezen megpróbáljuk átdörzsölni. Reméljük, hogy átmegy. Ha eléggé megvan érve a söm, akkor át kell neki menni. Ha nincs megérve, akkor a kason szoktuk érleltetni a somot, vagy pedig teszünk bele cukrot, és akkor egy éjszakát úgy hagyjuk állni. A nagyari hagyományoknak megfelelően így készül hidegen a somlekvár. Ezt is megtekinthették mindazok, akik kilátogattak a második nemzetközi somfesztiválra a szatmári településre. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta, ezek a rendezvények elősegítik a térség turisztikai fejlődését. A megyei stratégiában is ezt fogalmaztuk meg, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek megy egy olyan megye legyen, ahol nem csak jó élni, hanem jó oda visszatérni is. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy minden település igyekszik a saját kis arcát megtalálni. És bízom benne, hogy amint ezek valóban kialakulnak, utána a térségi szemléletnek megfelelően, akkor ezeknek az együtt megmutatása is majd megvalósul, akár egy-egy beregi, egy-egy szatmári rendezvény keretein belül, és azt hiszem, hogy ezek, hogyha összekapcsolódnak a kis falunapokkal, akkor valóban egy olyan turisztikai potenciált tudunk majd teremteni itt a Szatmár-Berekben is, amely vonzó lesz a turisták számára. A településre ilyenkor határon, innen és túlról is érkeznek érdeklődők és bemutatkozó kulturális csoportok, de a látogatók a helyi gasztronómiát is megismerhetik. A Somfesztivál keretében idén felújított óvodát is átadták. Az elmúlt évben megnyertünk egy BMS pályázatot, amin sikerült az óvodánkat felújítani. Kis település vagyunk, 30 gyerek jár az óvodába, már nagyon ráfért, hogy egy kicsit felújuljon, komfortosabbá váljon a gyerekek számára. 24 millió forintot kap támogatásként, inkább bútorzatot, játékokat, belső felújításra, vízcsöveket, a fűtési rendszert kellett felújítani. Az összesen 30 millió forintos beruházás segítségével az óvodában új csoportszoba, foglalkoztató helység és vizes blokk várja hamarosan a nagyari gyerekeket.